mégis hogyan lehet fölismerni azt, hogy valakit az Isten küldött. Itt vannak az első dolog. Első dolog, a botnak ugye a ledobása, hogy ledobta Mózes a botot, kigyóvá változott, utána a Mózes megkapta, megfogta a botot, illetve a kigyó farkát, és bottá változott. Mit jelképez ez? Mi az első ami nagyon fontos a szolgálatban. A hatalom, Isten igébe vetett hit általi hatalom, uralkodás a sátán ereje fölött. Ha te a vesződet, a hatalmadat leengeded a földre, nem a kezedben van a hatalom, tehát nem követed Istenek az igét és nem cselekszed, akkor az ördögtől fogsz futni. Ha pedig a hatalma, az Isten igét megcselekszed, akkor van hatalmad arra egész életedben, hogy kigyókon és korpiókon taposol, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat neked. Amen. Tehát ezt egy egész életművében kell látni, nem csak egy esetben, mert látunk embereket, akik hatalommal kezdik el a szolgálatukat, és utána, mint Mózes is, amikor a földön volt a bot, utána futott el a kigyótól. Mert úgy, ha elhagyjuk Isten nem cselekszük Isten nem hallgatjuk és nem cselekszük Isten akkor az ördög fog üldözni bennünket. Világos? Lásd Jónást. De ha hallgatjuk Isten megtartjuk Isten igényét, megcselekszük Isten megmarad a hatalom. Használjuk a hatalmat. Uralkodunk ebben az életben, az ellenség erői fölött, a sátán erői fölött, démonok fölött, átkok fölött, betegségek fölött. Tehát a, a hatalom az első.